Vendégünk Rekó Péter, politológus, szociálpszichológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon sok témánk van, de a legfontosabb, legalábbis ami engem a legjobban érdekel, az a negatív kampány. Úgy tűnik, hogy ennél jobban most semmi nem működik a politikában. Soros György, vagy bármelyik környező országban, például Ausztriában, Soros György, az Orbán Viktor, ugye Orbán Viktorral kampányolnak, mi negatív szereplővel. Miért ennyire lehengerlő ez? Hadd kezdjem talán onnan, hogy azért azt el kell fogadni, hogy a politikának mindig is része volt és lesz a negatív kampány. Abból a szempontból, hogy ugyebár a politika az valahogy mégiscsak a kampány része volt, most pedig csak arról szól a kampány. Igen, én azt gondolom, hogy ennek a talán egyik fő oka, ha Magyarországról beszélünk, akkor az lehet, hogy a választás előtti felkészülésnek most abban a szakaszában van a kormányzó párt, amikor azt gondolja, hogy a saját táborának, a legszűkebb saját táborának a mozgósításához és az ő szavazó, az ő aktivitások fenntartásához szükség van arra, hogy ilyen negatív üzeneteket sugározzon, és akkor ezzel fenntartsa a lelkesedésüket. Azt is gondolom másrésztről, hogy itt többről van szó, mint egyszerű kommunikációról, itt arról is van szó, hogy egyrészt nagyon sokat emlegetik a kormányzati politikusok a forró őszt, hogy valami megmozdulás lesz majd ősszel, amire majd határozott kormányzati választ kell adni. Most a politológus beszélt önből, engem most a szociálpszichológus jobban érdekelne. Közben nézze, csak látja szemes arkából a monitoron, tehát a Soros György plakátokat mutatjuk. Jó alanyt talált erre a magyar kormány a negatív kampánnyal? Erről nem vagyok meggyőződve abból a szempontból, hogy nincsen szerintem a magyar társadalomban Soros Györggyel szemben, aki korábban, hát a szélesebb nyilvánosság számára szerintem egy ismeretlen személyiség volt, olyan elementáris erejű gyűlölet, ami miatt érthető lenne azt, hogy miért kell az ő arcát óriás plakátokra rakni. De végül is rakni. Felépítették a Soros György brandet, vagy antibrandet tökéletesen. Akit nagyon sokszor negatív kontextusban emlegetnek, egy nagyon összehangolt, több milliárd forintos, és a média 80%-át mozgósító ilyen médiakampány keretében, az annak a megítélésére biztos, hogy hatni fog. Azt az emberek nem fogják jobban szeretni, és ez nem csak nálunk van, ez akárhol így van, hogyha ilyen mennyiségű közpénzt költene bármelyik kormány szerintem a világon arra, hogy valakit megutáltassa a közvéleménye, akkor hogyha csak azt a kormányt nem utálják nagyon sokan a közvéleményben, akkor az valamilyen szinten működni fog, viszont éppen... De miért hatásos a negatív kampány? Tehát most tényleg a szociálpszichológus bújjon elő önből. Tehát hogyan hat ez a mi elménkre vagy lelkünkre? Miért tudunk mellé állni? Az a nagy helyzet, hogy szívesen belemennék itt nagyon hosszas, bonyolult összmefuttatásokba, de ennek a jelenségnek a logikája szög egyszerűségű. Tehát egyszerűen arról van szó, hogyha egy szereplőt nagyon sokszor negatív jelzők keretébe illetünk, akkor az hozzá fog tapadni ez a negatív jelző, ez hozzá asszociálódik, ez valami negatív reakciót vált ki előbb vagy utóbb. A kérdés itt szerintem az, hogy önmagában választási szempontból mi haszna van a kormánynak abból, hogy Soros Györgyöt ennyire negatív szereplőként állítja be. És én itt visszakanyarodnék, és mégis a politológus énemet hadd legyen előbb, bocsánat, csak egy mondat hogy én azt gondolom, hogy ez valaminek az előkészítéséről szól, tehát arról szól, hogy valami erősebb lépésre készül a kormány, ahogy ezt már előrevetítette Orbán Viktor Tusnádfürdőn is, például pontosan a Soros György által támogatott civil szervezetekkel szemben, és ennek a kommunikációs előkészítése zajlik. Hát Soros György maga nem indul a választásokon, tehát negatív kampányt kivel szemben szoktak folytatni, olyan szereplőkkel szemben az a logikus, aki indul a választáson, hogy kevesebben szavazzanak rá. Soros György nem indul a választáson, nyilván aztán minden ellenzéki szereplőre el lehet mondani, hogy ő Soros György ember.
embere, és ezzel egyszerűsödik a kommunikáció, de szerintem még ezzel együtt sem érthető meg egyszerűen egy kommunikációs kampány logikából kiindulva, hogy miért van szükség erre a kampányra. Szerintem a választások előtt, és aztán valószínűleg a választások után egy szélesebb körű fellépésre készül a kormány ezen szervezetekkel szemben, és az egész arról szól... Ki mindenki ellen lehet harc különben? Tehát azt mondta Orbán Viktor, hogy harc lesz, megpedzették, nem csak ő, hanem azóta ugye már lehetett olvasni, hogy a következő target, a következő célpont az újságírók lehetnek, fröcsög a rossz, kik lehetnek még a célkeresztben? Egyáltalán vannak-e valós célkeresztek? Én azt látom, hogy a kormány úgy látja, hogy az ellenzéki pártok nem jelentenek számára fenyegetést, de ezt gyakorlatilag ki is mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn, és ezért valóban azok a szervezetek jönnek, és azok az intézmények, akik úgy érzi, hogy még mindig valamilyen szinten korlátozzák a hatalmát, vagy valamilyen módon zavarják a működését a kormánynak. A média, bocsánat, a civilek ilyenkor... és Brüsszel, nyilván ebből Brüsszel a legnehezebb ellenfél, mert de nem ilyenkor nem kéne engedni a gyepőn. Tehát, hogyha azt mondja a miniszterelnök, hogy igazából nem kell számolni az ellenzéki pártokkal, gyakorlatilag összefogás ilyen nincsenek, akkor nem lehetne kedveskedni az embereknek, és nem a háborút elindítani újra? Ez szerintem a lényegre tapintó kérdés. Megnézzük a gazdasági adatokat. 4% körüli gazdasági növekedés. 4%-os munkanélküliség, ami kifejezetten alacsony. Nem rossz. Igen, alacsony hiány. Imponáló. Viszonylag lassan, de azért nagyon lassú ütemben csökkenő államadósság. Javuló gazdasági közhangulat. Egy ilyen optimális a helyzet, így van. Igen, a kormány egyszerűen egy sikerkampányt is folytathatna. Amit nyilván tesznek, de a kommunikáció fő iránya mégsem ez. Tehát egy egyszerű sikerkampányát tudná vinni őket a választási vereségig. Én azt gondolom, nyilván nem betegség értelemben kérdezem a paranoiát, hanem politikai. Ez politikai paranoia? Van benne politikai paranoia, de én azt gondolom, hogy a Fidesz körüli tanácsadók valószínűleg maguk is tisztában vannak azzal, hogy azok az állítások, amelyek megfogalmazódnak Soros György mindenhatóságával kapcsolatban, ezeknek kevés köze van a valósághoz. Nyilván, ha valaki valamit nagyon sokszor mond, lehet, hogy az elején nem hisz benne, de egy idő után meggyőzi saját magát róla, szóval bele lehet magukat lovalni ebbe a gondolkodásba, de én változatlanul azt gondolom, hogy ez valaminek az előzetes megindoklása, és szerintem a sajtóban való befolyás további kiterjesztése és a civil szervezetekkel szembeni további fellépés lehetnek olyan lépések, amik itt jönnek, és még ehhez hozzájön az, hogy a kormány előre készül arra szerintem, hogy Brüsszelből egyre több támadást fog kapni, egyrészt azért, mert jogállami normákat sért meg, másrészt... A civilek pedig... nem indulnak a választásokon, az újságírók se indulnak a választásokon, úgyhogy ez tényleg egy hát és Brüsszel sem indul a választásokon. És ezt mutatja azt egyébként, hogy mennyire túl magabiztos helyzetben van most a Fidesz. Tehát azt látják, hogy igazából a politikai ellenfelekkel már nem kell küzdeniük, mert a politikai ellenfelek azok nem jelentenek valódi kihívást, nekik más ellenfeleket kell találniuk. Én azt gondolom, hogy 2010 óta szinte a Fidesz egy ellenségkeresési folyamatban van. De ez nyilván bejön nem elég bizonyos rétegeknél. A triviális ellenség, és újakat kell találni. Először az IMF-et, aztán Brüsszelt, aztán Soros Györgyöt, olyan ellenfeleket, akik... Van, akinél bejön, és van, akinél biztos, hogy nem. Nem lehet, hogy a visszájára sül el? Mert nyilván az alacsony iskolázottságúak körében ez egy jól működő stratégia, ők is választók, ugyanannyit ér a szavazatuk, mint a diplomásoknak, vagy az iskolázottaknak, de nem nagyobb baj az, hogyha bizalmat vesztenek a nagyvárosban élő iskolázott szavazóknál? A Fidesz szerintem egyértelműen, mint egyébként minden más politikai párt is, mennyiségi elvet követ. Az a kérdés, hogy meg lesz-e az a 2,5 millió közötti szavazó mennyiség, ami a következő választás megnyeréséhez szükséges, és hogyha ez megvan, akkor szerintem a Fidesz az különösebben nem érdekli, hogy honnan jönnek ezek a szavazók. Valóban például
a CEU elleni hadjárat, az mérhető módon csökkentette a Fidesz támogatottságát a nagyvárosban élők, igen, és az értelmiségi szavazók körébe, de hogyha megnézzük az utóbbi egy-két hónap adatait, akkor azt láthatjuk, hogy inkább, mintha visszakorrigált volna a Fidesznek a népszerűség, és míg a Fidesznek a népszerűsége 30% körüli szinten van a teljes népességben, addig az MSZP, Jobbik népszerűsége inkább a 10%-hoz közel, tehát nagyon nagy a különbség, és a magyar választási rendszernek ugyebár az a logikája, hogy a relatív győztes, relatív legerősebb párt az nagyon jól tud járni, tehát jelenleg üres léptekkel haladunk afelé, hogy megint abszolút többséget szerezzen. Egy utolsó kérdésem, a szemem sarkából látom, hogy megérkezett Csehák Judit, tényleg egy villámgyors kérdés és gyors válasz, hogy a negatív kampány most működik. De ebben lesz valamiféle tendencia, hogy lehet, hogy hamarosan vége lesz, és a másfajta kampányt kell a politikának kitalálni? Ahhoz, hogy nem működjön a negatív kampány, az két dolog kellhet. Az egyik az, hogy legyen egy nagyon erős ellenzék, amelyik rápirítja a gyűlölködő jelzőt a negatív kampány használójára. A másik pedig egy olyan társadalmi norma, amelyik ezt megtiltja. Jelenleg per pillanat egyiket se látom, hogyha ezek nem állnak fenn, ezek a feltételek, akkor a negatív kampány szinte korlátlanul hatásos tud lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Én köszönöm a lehetőséget.